Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami megint egy átalakulós videó lesz. Ha rám néztek, akkor egyértelműen rám fér. Arra gondoltam, hogy a mai napon egy igazi instabedi átalakulást fogok nektek csinálni, és ha valaki nem lenne tisztában azzal, hogy mi vagy ki az az instabedi, akkor nagyon gyorsan pár szóban elmondanám, az insta vagáncsaja, aki mindig jól néz ki, mindig jó a haja, szemöldöke mindig így néz ki, köröm, smink, ruha, és mindenki olyan akar lenni, mint ő. Ma mi is olyanok akarunk lenni, mint ő, úgyhogy megpróbálom ezt valahogy összehozni, és megpróbálok átalakulni egy igazi instabedivé. Az első és a legfontosabb dolog, amit már megtettem, egy instabedi nem lehet hófehér, úgyhogy már az önbarnítómat felhelyeztem. Még egy órám van, amíg le kell mosni, és addig jöhet a következő lépés, ami egy szőke bob. És ahogy látjátok, ehhez már elő is készítettem a hajamat, minden eszköz itt van előttem, úgyhogy kezdjünk bele, és tegyük fel ezt a hajat. Ha esetleg lemaradtatok volna arról a videóról, amikor ezt megcsináltam, és Kylie Jennerré alakultam át, akkor azt itt, fent a sarokban le tudjátok csekkolni. Az első lépésünk nem is lesz más, mint hogy 96%-os alkohollal át fogom törölni a hajvonalamat, és igazából azt a részt, ahova fel fogom ragasztani a parókát. Szép. A haj nagy részét hátra tűzöm, mert jelenleg csak akadályoz, és megpróbálom teljesen simán felhelyezni, hogy ne legyenek sehol felesleges kis dombocskák. Most jöhet a második törlés. Nagyon fontos, hogy olajmentes legyen az arcotok, a bőrötök igazából, ahova le akarjátok ragasztani, mert ha bármilyen kosz, smink, természetes zsír, olaj a bőrötökről ott marad, nem fog oda tapadni, akármilyen ragasztóval is próbáljátok felrakni. Úgyhogy azután, hogy áttöröltétek az arcotokat, a bőrötöket alkohollal, nem szabad hozzányúlni se. Egy fém végű fésűvel, ha úgy látom, hogy 1-200 saját hajam kilóg, azt még visszaigazítgatom. Minden belógó hajat kihúzgálok és elcsatolok a képből, utána pedig jöhet a Got to be glued, és a fésűnek a végével fel fogom vinni arra a részre, amit szeretnék leragasztani. Itt egy kicsit hátrahúzom, vagy hátrahajtom a parókát, attól függ, hogy kényelmesebb. És először a középső résszel fogok kezdeni. Megpróbálom csak a bőrömre felvinni, ugyanis az lenne a legjobb, hogyha a bőrömre tapadna rá, nem a hajamra, de természetesen ez kivitelezhetetlen, hogy csak és kizárólag a bőrödre tegyél ragasztót. Megvárom, hogy viszonylag átlátszóra kössön a ragasztó, és felviszek még egy nagyon vékony réteget, utána pedig ragasztom bele a hajat. A bal oldalon lehet látjátok, hogy egy kicsit több ragasztót tettem fel, mint középen és jobb oldalt, úgyhogy középre és jobbra fogok tenni még egy picit, és így lesz körülbelül ugyanannyi mind a két oldalon. Megvárjuk, hogy a második réteg és a bal oldal is megszáradjon, és végre ragaszthatjuk le a hajunkat. Körülbelül megszáradt a ragasztó, úgyhogy próbáljuk meg leragasztani az első részt. Itt, hogyha vannak még olyan kis hajak, amik kilógnak, akkor azt még most igazítsátok meg.
azért szeretem nagyon ezt a got to be zselét erre a feladatra, ragasztásra, mert nem kell vele sietned. Tehát, hogyha nem vagy magadba biztos, akkor se nagyon tudod elrontani. Ez egy jó ideig szárad. Tudod újra rakni, próbálgatni, jól áll így, szeretnéd változtatni? És hogyha tetszik, akkor azt mondod, hogy oké, száradj meg, és kész. Most pedig rásegítek egy kicsit hajszárítóval, utána megcsinálom a másik két oldalt is, és folytathatjuk tovább az átalakulást. És akkor most, hogy ilyen fantasztikusan nézek ki, jöhet a szokásos kis teknősös sejem szalagunk. Ezzel fogom lekötni a haj élemet, és megpróbálom nagyon jól beleolvasztani a bőrömbe a ragasztót, utána pedig kezdhetjük kivasalni ezt a szépséget. Na! Nézzük, hogy mennyi hajhoz férek hozzá. Amíg a hajam leragad, addig be fogok menni a fürdőbe és kivasalom. Egy az, hogy láttátok már, hogy hogy vasalom ki, kettő mindenki tudja, hogy hogy kell hajat vasalni, három nincsen annyi konnektorom, hogy elég legyen mindenhova és elérjen hozzám a hajvasaló, úgyhogy elmegyek gyors hajat vasalni, utána folytatjuk tovább. Nagyjából kivasaltam a hajam, de csak egészen lightosan, ugyanis majd a smink után, amikor ez is lekerül, akkor szeretném pontosítani és tökéletesíteni, hogy minden nagyon király legyen. Úgyhogy kapjuk le ezt a kis kötőt, és lássuk meg, hogy mit alkottunk. Ez az nagyon szép. Megint sikerült egyébként nagyon királyul elforgatni, és a választéknak körülbelül ide kellene esnie, tehát így el kellene mozdítani. De nyilván ezt jelenleg már nem tudom megtenni. Most jó lesz így, és majd alakítok rajta, hogyha kész a smink meg minden. Most, hogy el van tűzve a hajam, jöhet a legizgibb rész, ugyanis elkezdjük a sminket, és megmutatok nektek pár olyan dolgot, amit az előző Sephora-s videóban nem tudtam már használni. Az első és a legfontosabb, az a Beauty Blender alapozó lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz jelenleg a szín, mert nem lett olyan barna az önbarnítom, mint amire számítottam. Ennek a cukisága, mindjárt megmutatom, nem tudom elmagyarázni, ide jön ki, látjátok? Ami nagyon fontos, hogy figyelni kell rá, hogy letöröljétek és sterilizáljátok, mert nagyon könnyen el tudnak rajta szaporodni a kis baktériumok. De most swatch. Várok vele pár percet, hogy mennyire fog besötétedni levegőre, addig közelebb hozlak egy kicsit titeket, és kezdhetjük a sminket. Szóval átpakoltalak titeket, és eltelt egy jó pár perc, semmit nem változott a színe, aminek iszonyatosan örülök, ugyanis egy kicsit bepánikoltam, hogy nagyon sötét lesz, hogyha oxidálódik, de úgy néz ki, hogy jól választottam. És akkor kezdhetjük a sminket, a Milk Makeup Hydro Grip Primert fogom használni megint. Másfél pumpát elosztok az egész arcomon. Majd ezután kinyomok még egy-két vagy három pumpát az alapozóból, és egy benedvesített Beauty Blenderrel elkezdem felvenni. Kicsit belenyomogatom a szivacsba, és elkezdem eloszlatni az arcomon. Jól néz ki amúgy, viszont sokkal több kell belőle
mint a Charlotte Tilbury-ből, és egy kicsit szárazabbnak is érzem. De ez nem feltétlen hátrány. Ha megvagyunk az alapozással, jöhet a korrektor, amihez megint az e.l.f. Camo Concealert fogom használni. Oké, megigazítom a szemem alatt a korrektort, és jöhet a fixálópor. Majd az arcom többi részét is lefixálom. Ezután egy nagyobb ecsettel és egy kicsit melegebb tónusú púderrel átmegyek az egész arcomon, és elsöpröm a fixálóport, ami ott maradt. Ezután jöhet egy kis bronzosítás, amihez a Butter bronzert fogom használni, és egy nagyobb ecsetet. Ez a Sephora 59-es púderecset. Kicsit felmelegítem vele az egész arcomat. És ezután veszek egy laposabb ecsetet, ami Sephora 56-os, és a Catrice Clean ID-val fogok kontúrozni. És ezt már sokkal óvatosabban csak arra, azokra a helyekre teszem, ahol tényleg árnyékot szeretnék képezni. Előtte, utána. Megcsinálom a másik oldalt is, utána folytatjuk. Következő lépésként jöhet egy pirosító, és ezt nem biztos, hogy felismeritek, de ez a 100 forintos videómból, amit ha nem láttatok, akkor ide rakok nektek, a pirosító. És ezt azóta is használom, és nem akarom tudni igazából, hogy mi van benne, de nagyon szeretem, ahogy kinéz az arcomon. Úgyhogy ma is ezt fogjuk használni. Első körben ennyi pirosító elég is lesz, és még egy nagyon gyors highlightert fogok feltenni. Inglot Pindur Pandúros highlighteréből a sötétebb színt. Úristen, ez még mindig gyönyörű. És először csak nagyon óvatosan, nagy vonalakban fogom feltenni, és majd, hogyha kész van a teljes smink, akkor fogok a legmagasabb pontokra plusz highlightert felvinni. És mielőtt bármivel tovább mennénk, egy gyors fixálás. És most kezdhetjük az izgi részt. Szeretném nektek megmutatni Morphe 365 palettát. 350? 350-es palettát. Képzeljétek el, amikor a Morphe oldalán böngésztem, megtaláltam ezt is a leértékelések közt. $15 vettem meg ezt a gyönyörű palettát. És arra gondoltam, hogy meg fogom nektek mutatni, hogy miket lehet vele csinálni, és az Instabed is minket is ebből fogom elkészíteni. Nincs jobb választás egy ilyen gyönyörű natúrszínekből álló, de mégis nagyon izgalmas palettánál. A szemöldökömet ezzel a kettő színnel fogom elkészíteni. Először a világosabbat veszem fel egy ferdevégű ecsetre, és elkezdem vele kialakítani az alsó ívet.
aztán ugyanezzel a színnel elkezdem a felső ívet is kialakítani. Ha szükséges, akkor kicsit belenyúlok a sötétebb színbe, és kiegészítem a hiányzó részeket. Majd egy kis kefével megigazítom az elejét, hogyha valahol kicsit kintebb mentem, mint szerettem volna. Azt is átfésülgetem. Ezután egy szemöldök fixálóval, vagy egy barna szempilla spirállal fixálom a szemöldököm. És ha megvagyunk a szemöldökkel, akkor jöhet a szemsmink, amit én egy P. Louis base-szel kezdek. Eloszlatom a két ujjamon, és felviszem a szemhéjamra. És akkor jöhet a szemsmink, amit nem szeretnék túltolni. Inkább egy kicsit natúr, olyan mindenhez jó, csillogósabb sminkre gondoltam. A palettából a legvilágosabb színt fogom felvenni, és ezzel fogom a belső sarkot egy kicsit kivilágosítani. Ezután ezt a színt fogom felvenni, amit kicsit később keverek ezzel, és ezzel fogom megcsinálni igazából az alap színünket, amire fogom satírozni a többit, és arra gondoltam, hogy ezt a kicsit narancsosat is valahol a művelet folyamán bele fogom keverni a dolgokba. Egy nagyon picivel kisebb ecsetre váltok, és lépek a következő színre. És lehet, hogy mégis kihagyom a narancsot, és ebbe a színbe fogok belenyúlni. És ezzel elkezdem megcsinálni a szemem külső felét. Majd ha ezzel a lépéssel megvoltam, akkor váltok még egy kicsit sötétebb színre, és csak itt a szempillatövembe csinálok egy árnyékot. És ezt egy kicsit kihúzom. Nagyon szép csillogós árnyalatok vannak egyébként benne, úgyhogy biztosan fogunk vele sokat játszani. Gyűrűs ujjammal felvettem a színt, ami egyébként itt van. És a belső sarokba elkezdem felütögetni. Ó, ez szép lesz. Viszont egy ecset fog majd kelleni hozzá. Felveszek egy tiszta, lapos ecsetet, és megnézzük, hogy ecsettel hogy néz ki. Wow! Nem számítottam rá, hogy fixálóspray nélkül ilyen szép lesz. Természetes mélyítő vonalamat követem, és így viszem fel az egészet. És egy highlighter ecsettel a másik ilyen nagyon hasonló világos, csillogós színből pedig a belső sarokba teszek egy keveset, de ezt be fogom fújni. És az utolsó lépés egy ugyanolyan ecsettel, mint amivel a szemöldökömet csináltam. Kiválasztok egy viszonylag sötét színt, mondjuk ezt, és csinálok egy tusvonal féleséget.
Jöhet egy nagyon gyors szempilla spirál, utána pedig a pilla. Pilla a helyén, természetesen Lily Lashes Miami. Jöhet még egy rúzs, utána pedig csináljuk meg a hajamat, és öltözünk fel. Szóval elkészült a haj és a smink is. Már feltettem pár ékszert, de ezt még nem szeretném nektek teljesen megmutatni, ugyanis 2 darab outfit még hátra van, és hogyha jelenleg egy Insta bevire gondolok, akkor valamiért 2 fajta outfit van, ami rögtön eszembe jut, úgyhogy ezeket szeretném nektek megmutatni. Úgyhogy szerintem kezdjük is az első outfittel. Arra gondoltam, hogy az első outfithez mit is választhatnék mást, mint egy biker shortot. Jelenleg a legnagyobb divat az Instagramon a biker short, biztos láttátok már, hogy én is elkezdtem használni, és nagyon beleszerettem. Emellett pedig mindenképpen szerettem volna egy kis crop topot hozzá párosítani valami natúr színben, ami nem fogja túlságosan uralni az outfitet. És ha Insta bediről van szó, akkor mindenképpen egy magas sarkút szerettem volna, viszont ide is egy kicsit lazább, alacsonyabb verziót, ami hétköznap is teljesen nyugodtan használható. Ehhez párosítottam 4 darab karkötőt az egyik kezemen, a másik kezemen pedig egy fém órát. Hogy az óra miért a jobb kezemen van, és a karkötők miért a bal kezemen, az nagyon egyszerű, ugyanis magamnak csak így tudtam feltenni a karkötőket, és hogy teljes legyen az összhatás, egy nyakláncot és egy táskát is hozzáraktam még az outfithez. A második outfithez szerettem volna egy egyenes szárú nadrágot felvenni, és egy kicsit játszani szerettem volna a color blockinggal. Nem mertem még bevállalni nyilvánosan sehol, de folyamatosan foglalkoztat a gondolat, hogy hogy is nézne ki ez rajtam, úgyhogy arra gondoltam, hogy mikor máskor lehetne ezt kipróbálni, mint most ebben a videóban, úgyhogy egy citromsárga felsült, egy fekete egyenes szárú nadrágot és egy nagyon magas sarkú királykék cipőt párosítottam össze, és hogy ennél több színt ne használjak már, arra gondoltam, hogy egy fekete táskával fogom feldobni az összképet, és ugyanazok a kiegészítők maradtak, mint az előző körben. És akkor ezzel a végére is értünk a 3 órás Instabedi átalakulásnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Elég régóta gondolkoztam már rajta, hogy megcsináljam-e, úgyhogy várom a véleményeteket, ugyanúgy a videóról, mint a 2 outfitről. Hogyha tetszett a videó és szeretnétek, hogy legyen még ilyen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok!